Se uită. Uite ce pulă. Uite ce pulă. Nu, 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 vine aici. Acum se vede frumos pe aici. Hele, mami, în brațe. Hello? Noi uităm imediat. Uite ce fac. Uite cum merge. Ce-i, Nati? Păi, Nati, acum e spectacolul aici. După aceea mergem din nou sub apă. Uite, 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 uite. Uite cum plăcă. Wow. Uite, mai face dată. Die Hände aus dem Herz drehen, diese Knöpfe. Ist das schon mal so dick? Da, ja, fein, so ein Pöller. Was ist das? Tschü, cute. And touch the
dar sunt tu, din altul un show cu Nina și a fost show. Alea când am gătit să facă de amor de cu Nina, le-am luat până la foame și mă de amor de Nina. Acolo Nina. Crește-te! Acum se joacă cu mingea. Sofi, uite cum se joacă cu mingea. O vezi? O vezi acolo departe? Uite la mami în brațe. Ține-te de mami. Prinde-te. Uite acolo cu mingea. Mai joacă. Wow! Wow! Ce face tai-tai din codiță? Ține-te bine de mami cu picioarele. Agață-te pe mami. Așa. A aplaudat. Iată. Integrated.
Teljes mértékben alkalmazkodtak a vízi életünkhöz, így számos jelentős változás sem megjelent. Testrész eltűnt, vagy jóval kisebb lett, esetleg a törzsön belül helyezkedik el. Az áramlanos test nem csupán őszövelnek letette őket, a testfelület csökkenésével is jár, így aztán kevesebb hőt veszítenek a hideg tengervízbe. Szerzetük hasonlít a szárazföldi hangosok szerzetéket abban, hogy a szőszállak között megrepedelje legyen. Ez a hőszigeteli megoldás nem a szárazföldön. A vízben azonban sokkal hasznosabb a bőr alatt található átlag 7-10 cm-es zsírvétel. De nem csak szigetel, de a fázás és szoktatás idejére egyenlőtlen felétel is szolgálja. A zsírvétel a végtagokon nem található meg. Ezért az uszonyok meleg nyári napokon igen hasznosak, kőt adnak le, és a vízbe lógatva igazi belépített légkondicionálókat működik. A természetben viszont védeni kell őket, csak a minimális vért áramoltatnak a végtagokba, hogy ne veszítsék az értékes hőt. A látás, a hallás és a szaglás mellett a fülkák fontos érzékszerve adva lusz, amelyel sokszor látogatják a környezetüket, és a rossz látási viszonyok között nagy segítségük van a táplálékszerzésben is. Belüketünk során megfigyelhetik, hogy milyen nagy segítségük van a bajszak az egyensúlyozásban. Abban a pillanatban, hogy óvjuk lesz a rajdán, bajszokat felmereztik, ezzel támasztják a legtöbbször. Állatkertünkben két más-más családba tartozó fókafon is található, ami remek lehetőség a különbségek megfigyelésére. Mai ezzel a füles fókák közé tartozik. Látom lesz, hogy szinte kívülvel a fingénekkel egyébként a fókák, pedig a valami fókák. A legszemletűnök különbség a két családban az, hogy a füles fókáknak megint az híve, jól látható külső fókák. Természetesen a valódi fókákhoz rendelkezik fülekkel, ha nem így lenne, azonban nem rendelkeznek fülekkel. Csak két elkülönjük jelzik fülekkel. Másik lényeges különbség, hogy a valódi fókák nem olyan mozgatnak a szárazföldön, mint a női vissak. A valódi fókáink inkább csak fúszni tudnak a parton. Hármó személyen igen. Hogyan tud zsákosnője ilyen gyorsan és jól közlekedni a fókát? A füles fókát maguk alatt tudják felmenteni hátsó végtagjaikat, így négy uszonyon jönnek. A víz alatti ördögön azt is jól megfigyelhetik, ahogy hosszú első uszonyaikat úszásra használják. A bőrű fókát kicsi első uszonyaira nem képesek. Inkább kormányzásra való, így ők a hátsó uszonyokat hozgathatják. Yeah.